Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztünk! Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten népe, ébresztő, királyi papság, szent nemzet, megtartásra valló nép. Nagyon örülök, hogy ma is együtt emelhetjük fel a királyok királyának a nevét, aki egyedül méltó. Uram, felmagasztalom ezen a mai napon a te nevet, hívják nevet csodálatos tanácsosnak, erős Istennek. Köszönöm ezt neked, Uram, igazság. Hívják nevek csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, és igazság, és békesség fejedelmének, és uralmad növekedésének, és békéjének. Nem lesz vége. Dávid trónján, így magasztalom fel a te nevedet, szent, szent, szent a seregek ura, aki volt, aki van, és aki eljövendől. Így magasztalunk téged, méltó ma is a megöletett bárány, hogy vegyen dicséretet, tiszteletet, imádatot, hódolatot, erőt, urasságot és magasztalást. Így szeretünk téged ezen a helyen, és így magasztaljuk fel a te nevedet, mert a te neved ma is méltó. Köszönjük ezt neked, Uram, a Jézus nevében. Amen. Ma csodálatos témát hoztam nektek, az utolsó időkről lesz szó. Ez is a címe, az utolsó idők. 2 Péter 3, 3-4. Tudván először azt, hogy az utolsó időkben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságai szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Manapság nem ritka hallani, hogy egyes emberek gúnyolódnak, halván az utolsó idők kifejezést, megkérdőjelezik a bizonyosságát, mert úgy gondolják, hogy már túl sok ideje hallanak róla. Hogy megértsük, mit mond a Biblia az utolsó időkről, először fel kell ismerned, hogy ennek a kifejezésnek különböző jelentései vannak a proféciákban. Másodszor tudnod kell, kire célzott a próféta vagy az író ezzel a kifejezéssel. Például Péter, amikor a zsidókhoz szólt, nagyon pontos kifejezést használt, mert nem az egyház utolsó napjaival foglalkozott, hanem Izrael utolsó napjaival. Az utolsó napokban voltak, de mégsem tűnt fel nekik. Milyen közel vannak hozzá? Valaki ezt gondolhatja. Péter ezeket majdnem 2000 évvel ezelőtt mondta, mennyire voltak akkor közel. Az ő időszámításuk közel járt a véghez. Dániel próféta írásaiban az áll, hogy évek 70 hete volt megszabva Izrael számára, ami elvezeti a messiás 1000 éves uralmához. Isten egy naptárat vezetett velük, amíg a messiással ez lezárult a 69. héten. A 69. hét és a 77 között van az egyház korszaka. Tehát, hogy lásd, a 69. hét eljött, és a messiással lezárult. Mi a 70. hetet toljuk magunk előtt. Nem telt be még a 70. hét, mint mond az ige, hogy az idők és az időszakok az atya kezébe adattak, és ő rendelkezik felőlük. Tehát mi az egyház korszaka, a 69 és a 70. évhét, Dániel évhét közé lett beékelve, és a 70. évhetet toljuk magunk előtt. Meddig toljuk magunk előtt? Amíg a pogányok száma be nem telik. Tehát, amikor az utolsó pogány is, amit az atya kigondolt, megtér és üdvösségre jut, akkor telik be a pogányok száma, és akkor jön el Jézus az övéért, tehát most toljuk a 70. évhetet, és a pogányok száma betelik. És akkor jön az elragadtatás, és azt mondja ez ige, erről az elragadtatásról, hogy amikor nem várjátok, akkor fog eljönni ez az időszak.
és amikor nem számítotok rá, úgy jön el, mint tolvaj, egy szempillantás alatt, és azt mondja erről az időről, amikor ez az elragadtatás fog történni, hogy még a fiú se tudja ennek a napját, hanem az atya tudja. Ez egyedül az atya hatalmában, az atya birtokában van ez a tudás, hogy mikor van az a pont, amikor megtörténik az elragadtatás. Tehát mi a 69. és a 70. évhét között vagyunk, és toljuk magunk előtt a 70-et, a pogányok számát még várjuk, hogy beteljen. Ma nem csak Izrael van az utolsó időkben, hanem az egyház ideje is beteljesedőben van. Olyan időszakban élünk, ami a korok háborújának legtüzetesebb szakasza. Ezekre az időkre lettünk felkészítve, felfegyverezve, és egy óriási támadást hajtunk végre a sötétség erői ellen, amit felkészítettük férfiakat, nőket, minden nemzetből, ami urunk és mesterünk visszajövetelére. Legyetek biztosak abban, hogy részt vesztek ebben a munkában, és lelkeket nyertek Krisztusnak. A Lukás 13.39-től ezt olvashatjuk. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házgazdája, mely órában jöjjön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, abban jöjjön el az embernek fia. Mondta pedig néki Péter, Uram, nékünk... Mondod-e példázatokban, vagy mindenkinek is? Mondd-e pedig az Úr. Kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, akit az Úr az ő gondviselője tőn az ő háza népén, hogy adja nékik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram az ő hazajövetelét, kezdené verni a szolgákat és szolgáló lányokat, és enni-inni részegeskedni. Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, amely órában nem gondolja, és ketté vágja őt, és hitetlenek sorsára juttatja. Mi vagyunk Jézus Krisztusnak a fiai is, de ugyanakkor szolgái is. Szolgáljuk őt is. Azt mondja az ige, ne legyél úgy, mint az a szolga, akit mikor hazajött az Úr, akkor nem találta munkában, hanem részegeskedett, és evett, és sivott, és nem dolgozott. Itt vagyunk az utolsó időkben. Legyél az a szolga, akit mikor az Úr visszajön, munkába talál. Tudod, nekem nagy vágyan az, amikor majd Jézus szemébe nézek, akkor elégedett legyen velem. A rám bízott feladatot bevégeztem. Azt mondja Pál az élete vége felé közeledve. Tudta, hogy milyen halál vár rá. Tudta, hogy a római birodalomban körülbelül mikor, de hol fog meghalni. És Pál apostol azt írja Timóteusnak, olyan megható, mert Pál az élete végén börtönben volt, és az élete végén fogoly volt, és onnan is leveleket írt, ezt nevezik börtönleveleknek. Többek között Timóteusnak is egy ilyen levelet írt. És azt írja Timóteusnak, futásomat elvégeztem, pályámat befutottam, a hitet megtartottam, ezért eltétetett nekem egy korona. Tudod, legyél úgy, hogy ameddig Jézus vissza nem jön, végezd a futásodat. Tartsd meg a pályát. Tartsd meg a hitet. Hogy amikor eljön az idő, átvehesd a te koronádat. Amikor eljön az idő, a te urad elégedett legyen veled. Tudjátok, Kriszt pásztor szokta mondani, hol akarsz nevet, a földön vagy a mennyben? Kérdezem tőled, mi számít neked? Hogy a mennyben legyen neved, vagy a földön?
Tudod, amikor szolgáljuk az Urat, én mindig megkérdezem az Úrtól, amikor szolgáltam. Uram, tetszett neked? Elnyerte a tetszésedet? Ahogy Dávidról mondja az ige, hogy Isten szíve szerint való ember volt. Én is szeretnék, és remélem te is, Isten szíve szerint való ember lenni. Egyik helyen azt mondja Dávidról, hogy találtam szívem szerint való embert, aki megcselekszi az én akaratomat. Tudod, legyél ilyen ember, Isten szíve szerint való, aki az ő akaratában jár, és az ő akaratát cselekszi. Mondjátok utánam ezt az imát, drága atyám, köszönöm, hogy ezekben az utolsó időkben engem választottál ki, mint edényedet. Hogy elvigyem az evangéliumot a környezetembe. Felkentél engem, hogy embereket szabadítsak ki a megkötözöttségből. Isten fiainak dicsőséges szabadságába. A te drága szellemed vezet engem, hogy óriási sikereket érjek el, amint létrehozom a királyságodat és igazságodat az emberek szívében. Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon örülök, hogy velem tartottál. Járj az ő akaratában. Védd véghez az ő álmait, az ő terveit, az ő vágyait az ő életedre nézve. Pál apostol tudta, hogy befutotta a neki elrendelt pályát. Kívánom, hogy mire Jézus visszajön, te is ennek tudatában legyél. Gyönyörű áldott napot kívánok, Isten áldjon meg benneteket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztünk!